Sziasztok, itt Clashy Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és megint mit szeretnénk az új frissítésben, és azt kell, hogy mondjam, hogy lassan kezdek kifogyni a dolgokból. Itt van valaki, aki nagyon sok mindent küldött, Uh, de, de azért az ilyen képes, tehát hogy az olyanokból, amiknek van képe, azokból kezdek kifogyni. Úgyhogy de nyugodtan küldjetek nekem Facebookon, de azt szeretném kérni, hogy inkább e-mailben küldjétek, mert a Facebookon nem mindig tudom lementeni. Szóval küldjetek e-mailben továbbra is képeket. Uh, szóval eléggé könnyű küldjetek képeket, tényleg, ha szeretnétek uh, látni a videóban, és hogy elmondjam róla a véleményemet. Szóval, hát akkor kezdjünk is bele. Mi lenne az első dolog? Hát... A 12-es fal. Uh, igen, valami hasonló kép már volt, ez ugye piros, és nincs odaírva, hogy 12-es fal, de hát... Ez a 12-es fal. Uh, és azért piros, ugyanis ott Kettes, hármas ágyú is, például piros, az Inferno is piros, x is piros, négyes, ugye a maxos szintről beszélek. Sweeper is piros, tehát hogy valamit ott kevernek nagyon a pirossal, meg ugye hát a kék fal az, az elég furi, mert sok mindenhez nem élik. Hát mondjuk lehet, hogy a tízes falra kevernek valamit, de mindegy, szóval azért a készítő azért csinálta pirosra, mert ezek az épületek, amiket a mind piros. és hát, 11-es fal is 4 millió. Iszonyatosan drága. Ö, ha lesz újabb fal, akkor nem ne legyen, ne legyen újabb fal, mert már a 10 fal is ö, drága, illetve. Ön, bocsánat, nagyon drága. Ö, nem úgy a 11-es, egyszerűen eszemen drága, tehát hogy ne, nem kell új faj nekünk, nem, nem kell, meg megvagy, vagyunk minélküle. Ö, Hát ezt azért mondom, már így is nagyon drágák a falak. Szóval akkor jöhet a következő. Mm, hát kicsit rossz minőségű kép, ebből már láttam jobb minőségűt, ez a flame thrower. Ami nem tudom, valószínűleg rosszul mondtam ki, de a lényeg az, hogy lángszóró. És hát hasonló, hát bumbisban van lángszóró és elég menő, tehát hogyha szeretnétek, tehát hogy meg szeretnétek tudni, hogy hogyan működik egy lángszóró, akkor ott nézzétek meg, elég menő csak hát a Clash of Clans világában annyira nem illik, hogy mit nem mondjak. de minden esetre egy nem egy rossz elképzelés, hát most ugye berakták az érszípert nem is olyan régen, szóval elképzelhetőnek tartom, hogy még raknak be defenseket, például TH11-hez mindenféleképpen. Jaj, jaj, valószínűleg egy hát persze megtámadtak, még is lenne. Uh, szóval, ja, nem olyan rossz elképzelés ez a lánkszóró. Uh, maga a kép elég jól néz ki, viszont tényleg nem illik a, a a világába. Úgyhogy, hát szerintem jöhet is, a, jaj, jöhet is a következő, ami hát a kép maga az uh, a, mi ez? a goblin uh, király, ami ugye benne van már a játékban, úgy mint boss az elején. Uh, de valószínűleg ez itt a Goblin King-et akarja jelenteni, vagy Goblin hőst, a lényeg, az, hogy Goblin hőst, és az emberek szeretnének egy új hőst, és akkor egy csomóan kitalálták, hogy hmm, akkor most Goblin lesz, és akkor most hajdi, jó? És az úgy, hogy a hogy a Supercell Facebook oldalán, a Clash of clans április 1-i, elsői... bocsánat, az április 1-i volt egy Goblin által elrejtve, a háttérben, ami megkavarta az embereket. Uh, ja, szóval a lényeg az, hogy ez egy goblin hős. Hát a kivitelezése az semmi konkrétan, uh, mármint a kép kivitelezés, ilyenkor arról beszélek. Uh, szerintem jöhet is a következő. Amúgy, ha lesz új hős, akkor valószínűleg csak a TH11-el fog jönni. Szóval, kövi, Hang Titspel, uh, volt Now, hát a kép maga megcsinálása az elég jó. Tehát jól néz ki, de a Hunter az ilyen kísértetiás, és itt ilyen pámkinok, uh, pumpkinok, ez yes. tök. Tökök vannak a háttérben is zuhannak, meg így az egész sárga, hát uh, nem tudom, hogy mi akar lenni ez a spell, hogy a Hunter az ilyen mint már mondtam. Uh, szóval maga az egész jó pofa, meg új spell az is, de hogy mit csinál, azt így nagyon nem vágom. Uh, <laughs> szóval, ja, jól néz ki meg minden, de mi? esetleg világítsatok fel kommentekben, mert én ezt így nem teljesen vágom, hogy hogyan, meg mi. szóval szerintem jöhet is a következő, a Reaper, ami szerintem talán már volt, de már ha itt van, akkor beszéljünk róla. hát 42 sebez, 66 élete van, 8 dárba kerül, ami hát kevés. várjuk, hasonlítsuk csak össze a Minionnal. Minion, minion 54-et sebez, és 84 élete van, és 11 dárka maxos. Hát Uh, valahogy reális, bármi nem egy, single target, földi égi, 45 másodperc, 32 movement, uh, hát ez a jobb alsó, tehát ez a, a, az atak, mi ez a cuccokat, ez konkrétan a minionéről másolták. Szerintem amúgy uh, a, a jobb, tehát az egészet a minionéről másolták, egy gyengébb szintű minion, amit most ugye nem tudok megnézni, mert nekem a maxus a nagyobb karaktereben. Szóval igen, Reaper is egy ilyen terrorizáló, láthatatlan egy kis ideig. A védekezettségek elő láthatatlan marad, egy kis időre. És így elvágja az épületeket a kaszájával. A kép az nagyon nem szociálában élik, valószínűleg valami jaj, valószínűleg valami másik játékból lett átrakva maga a kép. Minden esetre új katona, új dark ötlet az mindenféle jó. Minden... Na szóval az az jöhetne Dark Troop. Ugyanis a... Mi ez? Ah, adjatok már végén. Szóval a, a, Dark Barakban ugye ott van még négy Coming Soon felirat, ami azt jelenti, hogy hamarosan szóval elképzelhetőnek tartom, hogy legyen ö, ilyen új katona. Ö, dark. Ö, jó, következő a Ice Seeking Air ami önti sneaking germain, e, ha valami hasonlót beraknak akkor az a érmány, sneaking germain és az érmány között lenne de a lényeg az hogy e, ugye fagyos és befagyasztja az adott katonát hogyha belecsapódik ugye légiben e, tehát hasonló mint a a free spell e, csak ugye ez egy csapda ez így elég menő amúgy nekem nagyon tetszik maga az ötlet e, a kivitelezés is jó, szerintem ez az a bum-bam-bim-bum, ezt az a bum Szóval, nekem tetszik amúgy az ötlet tényleg, mert jó, hogy ilyen fagyos, és a, a treppeket lehetne kicsit átvariálni, ugyanis nagyon ilyen ugyanazok. <laughs> De nagyon hasonlóak. Szóval én tényleg elképzelhetőnek tartom azt is, hogy egy új treppet berakjanak a játékba, tehát a csapdát, ami tényleg jó pufa lenne, tényleg feldobna az egészet, és hogy az egész tudsz rejtett, és nem tudjuk, hogy hol van, és mikor fajnak le katonák. Vagy én azt is elképzelhetőnek tartanám, hogy az érmánynak lehetne két beállítási módszere, a Sneaking érmánynak. Az hogy sokat sebez, Uh, és mond vagy ez csak példa, tehát hogy sokat sebez, és tehát, normális, mint itt, vagy kevesebbet sebez, viszont befagyasztja a katonát. Uh, ez így szvegjoló lenne nagyon, szóval én ezt így bírnám. Uh, Mindenesetre ennyi lett volna ez a videó, nem akarom tovább húzni, mert nem akarom ellőni az összes ilyen uh, ötletet egy videóban. Szóval köszönöm, hogy néztetek, én ennyi lettem volna mára, remélhetőleg holnap találkozunk, sziasztok!